korábban portugália Spanyolország, a kommentátor Méhes Gábor, a szakkommentátor pedig Kopornyik Zsolt. Jó szórakozást hozzá! Csatlakozunk a jó kívánságokhoz, és mi is tisztelettel köszöntjük a Sporttelevízió nézőit. Hát láthatjuk, hogy milyen szépen megtelt az aréna, szinte valamennyi széksora. És hát a portugálok nem nagyon tudják azt elképzelni, hogy hazai pályán ne ők nyerjék meg ezt az Európa-bajnokságot. A spanyolok meg nem nagyon tudják elképzelni azt, hogy ne tanultak volna annyit a pontosan egy héttel ezelőtt lejátszott mérkőzésükből, hogy azt a maguk javára fordítva esetleg ne nyerjék meg az aranyérmet. Két francia játékvezető, Jan Carmo és Julien Murs dirigálja majd a mérkőzést. És akkor csak egy nagyon gyors választ kérek, Kopi. Spanyol vagy portugál arany? Muszáj megmondani. Spanyol. Spanyol arany, oké. Okay. Jönnek a csapatok, ott vannak a pályán már, és mindjárt meghallgatjuk a himnuszokat. És természetesen utána kezdődik majd a mérkőzés. Widerer úr is, ott a háttérben Blázquez úr, a spanyol szövetség elnöke. Aki számít, ott van. És bővebben kifejteni, miért gondolod azt, hogy a spanyolok ilyen? Én azt gondolom, hogy a spanyolok nagyon határozott és nagyon-nagyon fejlődőképes játékot mutattak az egész Európa-bajnokság során, és egyre több játékos került fókuszba függetlenül a gólszerzőktől. Tehát én azt hiszem, hogy amennyiben nyitott védekezés van, akkor Soler szerepe elvitathatatlan. Egyébként nagyon tetszik Regált játéka, Lodosz, Hurri, Martínez, tehát több olyan nevet tudunk, és nyilván a kapuban pedig Domeneket említeni. A portugáloknál is, tehát kiváló egyéni játékosokról beszélünk, viszont én azt gondolom, eleve a döntő az egy teljesen másik műfaj, illetve láttuk már azt is, hogy hogyan tudnak a portugálok úgy kézlabdázni, hogy esetleg a Da Costa testvérek mondjuk kritikus szituációban segítenek, viszont a mérkőzés folyamán egy kicsit háttérben vannak, itt a svéd védekezés tekintetében. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat nagyon jól ismeri a másikat. És érdekes volt a portugál edzőnek a nyilatkozata itt a mérkőzés előtt, aki azt mondta, hogy felőle alakulhat bárhogy a játék, a mérkőzés is minden, csak az eredmény maradjon meg az előző meccsről. Akkor ugye 5 másodperccel, 4 másodperccel a vége előtt lőtték a portugálok, Kiko da Costa révén a győztes góljukat, azzal lett 36-35. Érdekes mérkőzés volt, tulajdonképpen 18-17-nél vezettek a spanyolok azon a találkozón utoljára, onnantól kezdve végig a portugáloknál volt az előny és a kezdeményezés. Hát az tulajdonképpen csak arról döntött, hogy melyik csapat vihetett magával pontokat a középdöntőbe. Ez itt viszont most már az aranyéremről szól, úgyhogy a legnemesebb mérkőzés következik ezen az Európa-bajnokságon. A spanyolok elég simán jutottak be a döntőbe azzal, hogy végül is csak 32-29-re verték a szerbeket, de tudjuk jól, hogy 8-1-jel kezdődött az a mérkőzés, és tulajdonképpen egy pillanatig nem volt kérdés, hogy a spanyolok mennek tovább. Azért a portugáloknak jobban kellett izgulniuk, már csak azért is, hogy a legvégén belövie Kiko da Costa a hetes, de belőtte, és hát ne felejtsük el azt sem, hogy Rema Márquez 2-3 ember feletti védést és bravúrt bemutatott annak a mérkőzésnek a hajrájában, ami kellett ahhoz, hogy a portugálok megfordítsák az eredményt hátrányból. Így van. Én azt hiszem, hogy ez a mérkőzés is olyan lesz, hogy az a kérdés, hogy a portugál edző hogyan fogja menedzselni a csapatot, mert egy kiélezett döntőre számítok, mint hogy a svédek elleni mérkőzés is az volt a portugálok számára. Tehát én azt hiszem, hogy itt nagyon-nagyon fontos lesz, hogyan forgatja, és hogyan tud meg megérkezni a végjátékba. Természetesen piros-zöldben játszik Portugália, Sousával az irányító pozícióban, a két Da Costa átlövőben, Queiroz a beálló, Pedro Oliveira és Teixeira van a két szélen. Pedro Oliveira kapja az első labdát, és ő lövi az első gólt. 1-0-ra vezet Portugália tehát. Domeneket láttuk egy pillanatra. Alig ha kell mondani, hogy mennyi múlik a kapusokon egy ilyen mérkőzésen. Úgyhogy most még ezt is földobhatjuk ilyen témaként, hogy vajon Rema Márquez, vagy inkább Roberto Domenech mérkőzése lesz-e ez? Megnéztem az összkapus teljesítményt a két csapatnál az Európa-bajnokság során, és csak 1% különbség van a portugálok javára. Úgyhogy azt gondolom, az egyik 28, a másik 29%. Kiko da Costa 14 gólt lőtt csoportmérkőzésen egy héttel ezelőtt. Azt a meccset ugyanígy vasárnap játszották. Gyönyörű bejátszás! Sousa 2-0. Jó portugál kezdés.
Remek volt a passz a levegőben. Ahogyan megszokhattuk, Lodos személyében jobbkezes jobb átlövő a spanyol csapatban, Uri a bal átlövő pozícióban, és Regárd irányít, itt van még egyszer Souza gólja, aki azért nagyjából ugyanolyan fontos láncszeme ennek a csapatnak, mint bármelyik Da Costa testvér. Így van, rendkívül tudatosan, rendkívül hasznosan játszik, jól szervezi a támadásokat. Én azt mondom, hogyha említettem Regártot az én részemről, akkor mindenféleképpen Szózát is meg kell említsük, mert kiváló képességekkel rendelkezik, és nagyon jól fogja össze a csapatot. Cavalcanti van bent védekezésben a portugáloknál, Horri hát mögötti passza, szenzációs befejezés Arnau Fernández. 2,5 percet kellett várni a spanyolok első góljára. Itt van még egyszer, nagyon biztos kézzel lőtte. És látjuk, hogy Furund Arénát cserélik védekezni a spanyolok. Souza! Da Costa, ahogy említettem, ő 14-et lőtt a spanyoloknak, egy hete a testvére Martin Da Costa pedig 10-et. Családon belül elosztottak 24 gólt. Igyekeztek a portugál stábtagok kíméletesen bánni a két Da Costával, ugye ellenünk például nem játszottak a középdöntőben. Minden megspórolt energia molekulának lehet jelentősége. Regárd becsúszik a labda Rema Márquez kezéről, 2-2. Most már Domeneknek is van egyébként a másik oldalon egy védése. Nico Da Costa. Nem jó a bejátszás, viszont nem sikerült még Domeneknek a vonal előtt belepiszkálnia. Martin Da Costa. Igen, és itt érdekes lehet itt a kontratámadásnál, ugye amíg megtörténik a csere, addig Kiko Da Costa érkezik irányító pozícióban, ezért balról-jobbra kézlabdáznak. Ez a védőknek a helyezkedését is alapvetően, védő alaphelyzetet is befolyásolni fogja. Ugye a spanyolok Regártot cserélik Furund Arénára. A támadás és a védekezés között egy újabb Domenech védés. Például ellenünk elég jó meccse volt Domenechnek, ott őt választották meg a mérkőzés legjobb spanyol játékosának. Uri tovább, belefújnak már a franciák. Ezt persze illet védeni. Vannak spanyol szurkolók is. A földrajzi közelség segítség azért a spanyoloknak. Igen, ők is ezt hangoztatták a mérkőzés előtt. A szövetségi kapitány Ukrányásznek a nyilatkozatait néztem, és ő is összefoglalta, hogy mindenféleképpen annak erre sok néző lesz és több hazai. Önbizalommal szeretnek belépni, és bíznak benne, hogy azért Spanyolországba is látogatnak. Illetve azt is kiemelt, hogy mind a két csapat nagyon jól ismeri egymást, tehát nehéz lesz újat húzni. Még kívül a szabálytalanság és Lodost figyelmeztette a francia bíró, hogy ne színészkedjen. Hurri! Regárd! Hurri! Ugyanoda vissza. Regárd cselez, és passzírozná be valahogy a labdát Rodriguez kezébe, de ez most nem sikerült. 5 perc után 2-2. Martin Da Costa. Queiroz, gól! Nem gól? Nem gól. Nem. Bocsánat, én bent láttam. Akkor marad a 2-2. Pedig nem szurkolok, őszintén mondom. Na, ez biztosan gól. Ennek Lodos a szerzője. Igen, egyébként úgy tűnt, hogy bemegy. Már edzőkönyvbe is bevéstem itt magam előtt, de törlöm gyorsan. Vezetnek a spanyolok. 2-0-ás portugál kezdés után, 3 spanyol gól egymás után. Souza. Nico Da Costa. Jó védekezés.
Martin de Costa. Téros forog át. Souza, Martin de Costa. Erre is volt spanyol lépés. Lodos a végállomás. Igen, itt hasonló stílusban védekezik a két csapat. Már ami itt az elveket illeti. Most Kéros ellen ítélnek. A jó kezdés után megállt Portugália. Curi. Regard. Lodos összeszedi. Hetes. Martin da Costa kér magyarázatot a francia játékvezetőtől. És az igen-igen biztos kezű Antonio Martinez áll oda a büntetőhöz. 8 gólt lőtt egy héttel ezelőtt a portugáloknak. Most ez az első neki. 4-2. Nagyon jó hetes volt. 6 góllal zárta a szerbek elleni elődöntőt Antonio Martinez. Souza. Eltelt úgy majdnem az első 8 perc. De két da Costa nem lőtt gólt. Viszonylag ritka. Fernández tovább gyömöszöli még. Nincs ítélet. Hiába csillant föl az esély egy viszonylag könnyű góra a spanyolok előtt. Marad a 4-2. Talán, hogyha hamarabb történt meg az átadás, akkor még nem védő nélkül tudott volna kapura lőni. De itt a labda átvétel. Ez nem volt egyszerű. Nico da Costa. Na, hát eddig tartott, hogy nincs a famíliának gólja. 4-3. Hát ő lőtte be a győztes hetest a svédeknek az elődöntőben. Ez megint hozzáértem a Márquez. Ezt most Hurri lőtte, és 5-3. És Nico da Costa lőtte a spanyolok elleni csoportmérkőzésen is a portugálok győztes gólját. Nem tűnik különösebben lámpalázasnak a spanyol csapat. Én nem hiszem, ezen a szinten ők azért ugye játszanak felnőtt bajnokságban is. Nyilvánvalóan ugye itt a szurkolás, de nem olyan kirívó az a szurkolás, hogy egy nagyon jó a hangulat, és ebben a hangzavarban úgyis nehéz bármit is érteni. Tehát azt gondolom, hogy ebben már azért van rutinjuk. Kora Costa másodszor. Cavalcanti és Melo védekezik középen a portugál csapatban most, és bent van Brandao is a védelemben. Fernández be a rövidbe. Nem volt sok hely pedig. Van a spanyoloknak gólja átlövésből, van szélről, van hetesből, van betörésből. Minden hangszeren játszanak. 10 perc telik el a döntőből. Souza. Nico da Costa. Pedro Oliveira futott be a szélről. Souza helyzetben. Ez is gól. Ha nem az, akkor vélhetően hetes. Azonnal a spanyolok válasza. Regard. Úgyhogy most már van góljuk rendezetlen védelem ellen is. Igen, jó ütemben történt meg a csere. Így pont góhelyzetbe került. Illetve hát a portugál visszarendeződésen volt egy kis rés. Teixeira. Souza. Brandao. Da Costa ment neki a falnak.
Benitót láttuk egy pillanatra. Most a passzív. Martin da Costa ugrik. Ezt igen csak elmérte. Ennél ez jobb helyzetnek tűnt. De igen, itt talán a lövő távolságot még nem találta meg. Fernández, Curri. Hozzáteszem, azért volt olyan mérkőzésük a portugáloknak, ahol viszonylag gyengébben kezdtek, és aztán szép fokozatosan játékba lendültek. Hetes. Lodos harcolta ki. Amalkanti bánt el vele. Martinez. Apufa. Leültette pedig a kapust. Abból 5-7-es lőttek be a spanyolok egy héttel ezelőtt a csoportmeccsen a portugálok ellen. Martínez akkor nem hibázott. Ő mind az 5-5 góra váltotta. Cavalcanti bent van támadásban is. Igen, és Souza a jobb oldali átadó pozícióban van. Martín da Costa ült le. Souza. Da Costa. Souza. Cavalcanti, ott marad nála a labda. Nagyon szép dolgokat csinált védekezésben is, és támadásban is a korábbi mérkőzéseken Cavalcanti. Nieto. Igen, ő az, aki talál, tehát úgy akartam mondani, hogy ő az, aki 2-3 gólt lő, illetve védekezésben labdaszerzése, vagy jó ütközései, faultjai vannak. Tehát a portugál csapatnak az egyik meghatározó tagja, úgy is, hogy nem feltétlenül az ő nevében fémjelzik a csapatot, de egy elengedhetetlen láncszemmel. Ugye Alexandre Cavalcanti testvéréről van szó. Nem jó a bejátszás. Ott nem volt hely Lodos labdájának. Melo hergeli egy kicsit a közönséget. Kétségkívül sokan vannak, de ez egyelőre nagyon békés hangulat. Igen, Lodosz nyilatkozott a mérkőzés előtt, illetve őt kérdezték, és ő is pont azt mondta, hogy nekik ez egy nagy álom, hogy elhúdítsák az aranyérmet, és tudják, hogy a portugálok mellett a hazai közönséggel is meg kell küzdeni. Frank Bülhoff és Dragan Nacseski dolgozik delegátusként. Kiko da Costa. Cavalcanti. Hát idegesek a portugálok. Fönn a kész passzívon, Domenech tolta a labdát a kapufára, de megvan a kipattanó. Szabad dobás az ítélet. Igen, az első periódusban a portugál csapat is többször próbálkozott ezzel a kétvállós átmenettel, főleg ugye a szélsők befutatásával, és megpróbáltak szélesebben helyezkedni. Most viszont ugye annyi változtatás történt, hogy behozták a balkezes játékos középre, Da Costát, és abból próbálnak itt előnyszerzéseket, de most ugye egy beállóval játszanak, tehát nem mozgatják a szélsőket. Souza, Kiko da Costa, Souza talpról. Telibe találta a spanyol kapust. Brandao. Da Costa, Brandao, nagyon jó 2-2 elleni játék, egyenlít Portugália 7-7. Nagyon szép labdátvétel volt, egy kézzel. Curri kifelé. Hát negyed óra után nem jutottunk közelebb a megoldáshoz, egy cseppet sem. Kere a spanyol együttesben. Carlos Álvarez megy a jobb szélre, és most már Soler van a bal szélen. Solernek is voltak nagyszerű mérkőzései ezen az Európa-bajnokságon. Ő 6-ot lőtt a csoportmeccsen a portugáloknak, ez 7-es.
Még találta meg a kapu felé vezető utat. De az előbb kimaradt a spanyol büntető. Ezt most Hurri lövi. A kapuba. Hurri második gólja. Regár pihenőt kap. És most nem csak azért, mert védekezik a csapata. Alacanti. Deseira. Alacanti nagyszerű cselből. Elképesztő dinamika volt benne. Igen, a spanyol védelem mélységben feljebb helyezkedett, továbbra is tartották ezt a zártabb formációt, de azért is kényszerítettek a Da Costa testvérek is átlövésekből, illetve talajról történő átlövésekre is, mélységben előrébb jöttek, úgyhogy ez egy ilyen oldalváltást követő egy-egyenlő megoldás, ami kiváló lehet ennek a megbontására. Uri, gól! Hurri nagyon bátran vállal. Nico Da Costa. Itt Parérát látjuk. Ki hármat lőtt a csoportmeccsen. Barcelona játékos Artur Paréra. Ugye több Barca játékos van a spanyol keretben. Közülük van, aki egyelőre csak a B csapatnak a tagja. Ez is hetes, és... jönni kell Domenechhez. Nincs baj. Mind a két csapat nagyon felkészült a másikból, és az látszik, hogy a védekezések sokkal stabilabbak, illetve sokkal nagyobb fókuszban vannak a védekezések, mert ugye a spanyolok nagyon-nagyon magas gólszámon dolgoztak ezen az Európa-bajnokságon, 36 feletti gólátlaguk van mérkőzésenként. Most majdnem 20 perc alatt ez a 9-8, ez abszolút azt mutatja, hogy a hátsó alakzatra, illetve a defenzív részre is nagy fókusz volt. Nico Da Costa! Csak az irány találta el Domenek, de nem volt közel a megoldáshoz. Új játékos Mujica a spanyoloknál. Ő a jobb átlövő. Bal kézzel jobb átlövő. Mujica, Hurri, ugyanoda vissza. Most nem volt jó döntés. Gomes megy végig. És lő gólt. Vezet Portugália. 2-1 óta először. Nieto Cel. Tovább pattintja, még az hetes. És egy-két perc. Brandaoé a meccs első kiállítása. Most cserélnek a portugálok. Tiago Ferreira. Hurri az előbb tökéletes hetes lőtt. Most is. Nem szép bajos. Négy gólos. Itt nem az erő dominált. Megy Machado beállóba. És üres kapuval a portugálok. És ugye az előttetett Soler beállását, és itt a védekezésváltás meg is történt a spanyoloknál. Kijöttek erre az 5-1-es védekezésre. Oda Costa, Souza, Cavalcanti.
Da Costa. Hetes. Szeretnének a portugálok itt is egy kiállítást. Bármennyire is ő volt a szenvedő fél, de ő lövi a hetest. Kapuba. A testvér. Hurri. 20 perce tart a döntő. Várakozásnak megfelelően. Nagyon nagy csatával. Curi. Te jó passz volt az a szélre, bizony. Carlos Álvarez. Tökéletes emberelőnyös játék. Nagyon nagy helye volt. Szép befejezés, de ez most ebben a nagyszögben, ebben elvárható is. Szép lövés volt. Van még 20 másodperc a kiállításból. Csak kívül a váratlanság varázsa bejöhetett volna ennél a passznál. De talán még Machadót is meglepte az átadás. Mujica! Visszaveszik a vezetést a spanyolok. Szóza jól tette, hogy nem nyúlt hozzá. Igen, és itt a cserét követően, ugye nem a saját pozícióján szerepelt Mujica, hanem baloldali játékos pozícióban. Itt a sávtartás lerohanás következtében balkezes játékos hozta helyzetbe a bal szélsőt. Azt tudta volna helyzetbe hozni a bal szélsőt, de ugye be tudta fejezni. Oda Kostán. Itt leszették a levegőből. Igen, itt a spanyol vált védekezési stratégiája hasonlít, vagy a magyar hasonlít a spanyol vált védekezési stratégiájához, és elől szól el, ugye 190 centi is szélső, tehát az adott szisztémában tud besegíteni hármas belső védő pozícióban is, szabad dobások után, vagy a két bálus átmenet után. Ez egy tudatos megoldás. Souza. Pattant Furund Arena. Passzív már, Cavalcanti, Nico da Costa, még egy ütközés a levegőben. Most már a spanyoloknak arra kell ügyelni, hogy egy utolsó lövésből ne kapjanak gólt. Elakadt Kiko da Costa lövése a sáncban. Nieto, kapufa. És portugál időkérés 22 perc játék után. Itt a portugál csapatról már tudom, hogy beszéltünk róla, de esetleg ha valaki nem nézte. Már a klub csapatában is milyen elképesztő hatékonysága és szerepe van. Lőttek ketten több mint 110 gólt a Sportingban. Igen, és ez a tapasztalat, ez a nemzetközi tapasztalat, illetve a bajnokságban is olyan sokat vannak pályán, az itt a saját korosztályukban, illetve itt ugye Kiko da Costa esetében ugye még itt is fiatalabb, de ez kamatozik. Hogy ez a 110 gól az Európa Ligára vonatkozik természetesen. Cavalcanti. Megy be a vonalhoz ő is, Souza, Nico da Costa. Volt szíve még leadni, Brandao, kapufa. Soler úszott meg, Soler gólt lő. Ami az előbb nem sikerült, most igen, 2 a spanyoloknak.
igen, nem tudnak helyzetbe kerülni a portugál átlövők, hogyha egy ilyen egy-egyen szituációt, és a beállóval összeállték nem sikerül, akkor a spanyol védelem nagyon nagy munkát végez, és próbálja távol tartani őket az előbb is, de Kiko da Costának talán a harmadik ilyen közbelülése volt talajról. Kiko da Costa! Most egy egy-egy szituációt követően történt az áttörés. Nagyon keményen darálják minden egyes játékszituációban. Nieto, hát mondjuk őt is. Ez azért iszonyatos energiákat vihet el portugál átlövőtől. Soler. Tízessel a pályán Serrano. A spanyol csapatban. Mujica. Nem érezte elég biztonságosnak, hoy bemenjen bele. Brandao labdát lop. Cavalcanti szedi össze, és végig is megy vele. Cavalcanti! Ismét talán egy kiállítást is adhattak volna a játékvezető, mert labdaszedés követően visszahúzták. Soler! Támadó szabálytalanság. Kiko da Costa ünnepel, meg ünneplik őt is. Hajszálon múlott. Odaért. 25. perc. És lehet egy újabb fordulat. A portugálok gólt lőnek. Visszajön a félidő hajrájára Martin da Costa. Souza. Martin da Costa egyelőre még gól nélkül. Souza. Maradt Portugáliánál. De ez elég kiszámítható volt most, hogy mire készülnek. Martin da Costa. Egyelőre keresgéli a formáját. Serrano. Le a sarokba. Soler. Rálépett. Nézzük. Igen, hogyha határozottan jelezte a játékvezető. Ha a 7 metereseket leszámítjuk, akkor gyakorlatilag itt a portugál csapatnak az áttörése, illetve a beállóvaló összjátékból született az összes gólja. Tehát átlövésből Kiko da Costa volt az egyetlen játékos, aki be tudott találni. Az is belemenés. João Gomes döntötte föl Nietót. Némi megtorpanás most mind a két együttesnél. Serrano nem ment be vele, inkább rábízta Solerre, és ez pedig kirúgja egy szenzációs mozdulattal Thiago Ferreira. Thiago Ferreira. Marad a 13-13. Soler kétszer egymás után rontott, és azért ez egy meglepő epizódja ennek a mérkőzésnek. Souza, gól! Aki a harmadik. Serrano. Martin da Costa lökött. Jó elővételezés volt, abból szedett a falt. Spanyol időkérés. És azért most látszik, hogy a spanyolok bajban vannak, ugye nincs Regárt, nincs Hurri, nincs Lodos. Kétség kívül, amikor Soler belövi a két helyzetét, akkor nem így állnak. Igen. Mert az elég jó esélye indulna egy Cristiano Ronaldo hason más versenyen. Egy dobogós lenne. Visszajött Regárt.
Mujica. Nagyon sokáig várt szép. Egy komoly időt eltöltött a levegőben. Igen, és a cselezés is nagyon szép volt, tehát technikailag egy nagyon magas szintet ki. Nem pattintott a lövőkéz ellen, végigvitte. Souza. Volt szabályos. Hát a döntés a második fél időre marad. Hát olyan nagyon csodálkozni ezen sem lehet. Martin da Costa. Ennyit kellett várni az első góljára. És ebben is volt munka becsülettel. Oh, Nieto! Tizenöt. Halkan jegyzem meg, egy héttel ezelőtt a fél időben a spanyolok 16-15-re vezettek. Hát meglehetősen hasonló a mérkőzés alakulása. João Gomes. Igen, 9-8 óta ott egy kicsit fellazultak több olyan szituációban, amit gólra tudtak váltani, a játék is lüktetőbb lett. João Gomes. Souza, gól! Kijelnie kellett Parirának, mellék veszélyes területen motoszkált. Serrano. Még kint. Csere után Regard, Serrano, Mujica, nem mert elvállalni, Regard, ő igen, ezuhant Melo, és úgy fogott rá a labdára. Nagyon szépen helyezkelt a lövő dobókézre. Fél idő utolsó perce, Mujica. Kész passzion. Regard, az nem. Van fél perc a Portugáliának, hogy góllal fejezze be az első félidőt, ami két gólos előnyt jelentene. Kettő nullánál vezettek a portugálok kettővel. Gomes. Martin da Costa. Nem történt szabálytalanság. Domenech véd, marad 5 másodperc. Így ér majd véget az első félidő. Egy gólos portugál vezetés, 16-15. Feszült hangulatú döntő. Vannak hibák természetesen, de azért ez a két csapat ez megmutatta, hogy valóban ennek a kettőnek kell ezt a döntőt játszania. Természetesen én is gondolom, nagyon sok olyan ellenpart, technika ellenpart, taktikai változtatás, ami alapján mondhatjuk, hogy ez a két csapat rendkívül jó mérkőzés játszik ma is, illetve a játékosokban is. Kezdődik a második félidő, kedves nézők, 16-15-re vezet Portugália az U20-as Európa-bajnokság döntőjében, és a spanyol válogatott indítja majd a második játék részt. Nem biztos, hogy kell a dolgok elébe menni, de ha döntetlen, akkor 2x5 perc hosszabbítás. Hát annyira szoros, annyira kiegyensúlyozott és annyira kiélezett, hogy ebben természetesen még az a variáció is benne van. Igen, látszik, hogy mind a két csapat ismeri a másik lépéseit, és erre megvannak a válaszlépések. Taktikai téren. Regard! Erre a lövésre most nem tudtak a portugálok lépni. Regard harmadik gólja. A spanyoloknak ez a negyedik döntőjük a junior Európa-bajnokságok tekintetében, míg a portugáloknak a második. De Spanyolország
szeretné, hogyha úgymond az aranygenerációkhoz csatlakoznának. Mikó de Kostá, nagyon betalált. 92-93-as és a 96-95-ös korosztályt említették. Ez meg Serrano. Győzi az ember írni a gólokat. 17-17. És gyakorlatilag biztosra vehető, hogy itt is 30 fölé fog menni mind a két együttes, ugyanúgy, mint egy héttel ezelőtt. Martin da Costa. Kiko da Costa, az is az övé. És ott lesz egy két perc még. Kiko da Costa hetedik gólja. Igen, a levegőben a lövőkart támadta a védő. Teljesen jogos kiállítás. Burund Arena volt, aki oda nyúlt. És ez mindössze a második kiállítása döntőben. Ugye Brandaónak volt egy a másik oldalon. Regard. Zsiká. Regard. Martin da Costa mellett a cselbe felé. Húzták a spanyolok, mert nagyon úgy nézett ki, hogy a spanyol irányító saját magát vitte be a csőbe. Mujica. Serrano, ott sincs hely, Regard, Cavalcanti tartja vele a lépést. Egy perc eltelt a kiállításból. Ez nem rossz a spanyoloknak, ez meg pláne nem rossz. Rodriguez, Kiko da Costa pattant le róla. A spanyol beálló első gólja. Tudásban nagyon egyforma a két csapat. Igen. És most azt nézem, hogy az emberöntés támadás vezetésben. Machado, hetes. És két perc. Lodos. A portugálok nem a szokványos stratégiát alkalmazták. Itt a báru átzárásából kialakított létszámfölényt. Nem a szélsőt is bevonták a játékba, de ebből is építeles született, úgyhogy ez is eredményes volt. Kapust cserélnek a spanyolok. Daniel Martinez hozzá is ért Kiko da Costa heteséhez. A portugál klasszis 8 gólos ezzel. Ez azt jelenti, hogy a második félidőben mind a három portugál gól az övé. 5 másodpercig még kettős hátrányban vannak a spanyolok. Az első büntetés Burund Arenáé most letelt. Megy Rodriguez beállóba. Regard. És azt is jelentett, hogy megvan a tornagó király. Hiszen 7 gól kellett Kiko da Costának ahhoz, hogy megelőzze A8-en. Ahhoz, hogy utolérje, így a 8. nálam meg is előzte. Hát alig, ha nem odaadná a gólkirályi címet a portugál aranyért. Miközben azt is tudjuk, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Rodriguez. Regard. Oh! Hogy kapta le azt a labdát? Ferreira. És hát azt is rögzíthetjük, közben persze éppen láttunk egy Ferreira védést, hogy a kapusok azért egyik oldalon sem tudtak olyan nagyon-nagyon sokat hozzátenni eddig.
Souza egy maga fejezi be. 20-18. Igen, viszont a dobások távolsága is, tehát ahogy néztük, nagyon-nagyon sok szituáció, amikor a támadó játékos eljutott egészen itt a kör fölé beugrásra, és onnan fejezte be, tehát a kevés távoli átlövés van, sokkal inkább ugye szélsőket beálló játékosokat foglalkoztatják, vagy pedig itt az egyéni cselezésekből így nehezebb dolgok van, illetve hát ezekben a helyzetekben csak az extra bűnések segítenek. Teljes az emberállomány. Regárt. Muhika. Regárt. Nagyon rossz lövés. Gondban a spanyolok, nem nagyon nagy a baj. Most még. De nem kezdődött túl jól számukra a második félidő. Souza. Ő is szenzációsan játszik a mai napon is. Kiko da Costa. Gyönyörűen le a sarokba. Hozzáér ugyan a kapus. De gólt szerez Viana. 21-18 az eddigi legnagyobb különbség. Sem ide, sem oda nem volt még három. Forond Arena. Most se sokáig. Igen, itt a portugáloknál egy egészen szervezett és hosszabb támadásvezetést, ugye tudatosan megcserélték a balra Szózát és a Dákosta testvéreket, és a súlypontot követően itt az elővételező szélső hibáját kihasználva szépen alakították ki a szélső helyzetet. Martín da Costa. Souza! Nem tudnak vele semmit kezdeni. Ketten együtt Kiko da Costával lőttek 14-et a 22-ből. Spanyol időkérés. Igen, ez egy kritikus időszak lehet a spanyolok számára, a portugálok helyzetben. De azért alakul a hangulat. Kellett lódulnia a csapatnak. Az, hogy a nézőtér is megpesdüljön. Muhika. Regárt. Serrano nem kaphatott labdát. Regárt viszont kaphatott egy hetest. És ott az egyik portugál is kaphat egy kétperces kiállítást. Cavalcanti. A munka jelentős részét Melo végezte el. Cavalcantit vigasztalják. Burri. Gól. 22-20. A másik irányba indult a kapus. Spanyolok újra kinyitották a védekezésüket. Ez azt jelenti, hogy Souza megint a saját oldaláról szervezgeti időnként a játékot. Kiko da Costa. Nem sikerült ellopni. Martín da Costa. Viana. Úgy alakították ki, mintha a világ legegyszerűbb dolga lenne. Soler. Gól ez is. Mind a két oldalon egy gyönyörű 3-2-es szituáció, sávtartás, mindenki szépen végighúzta, hozzáért előnyszerzés, hogy tovább tették, nagyon precíz, látszik, hogy nagyon magas fokú technikai megoldások, illetve az átadások tekintetében is, taktikailag is nagyon jól támadják azokat a területeket,
ami szükséges az előnyök kialakításához. Korda Kostál. Ölik az időt a portugálok, már csak 20 másodperc a kiállításból, most lett passzív a játékuk. Martin da Costa. Gól! Hát és azért tényleg, amelyik kapus picit összeszedi magát, és többet hozzá tud tenni, az nagyon-nagyon sokat fog segíteni a csapatának. Ez is egy tökéletes befejezés. Álvarez. Igen, itt az elmúlt időszakban is láthattuk akár a Bajnokok Liga eldöntőn is, hogy azok a csapatok, ahol egy nagyon erős vagy kiugró kapus teljesítmény volt, sokkal eredményesebben tudtak szerepelni. Itt egy magas gólszámú mérkőzésen, viszont ez enélkül elengedhetetlen lesz. És mindjárt a meccs utolsó harmada kezdődik. Mikor da Costa, nagy király katonát. Letelt már a portugál büntetés. Martin da Costa. Ráugrott a védőre, Kiko da Costa. Zseniális. Soler, ő viszont mellé lőtte. Azért Soler adós ezen a mai mérkőzésen a helyzetek kihasználásával. Ilyen lövés ez. Védhetetlen. Az. Spanyol kapuscsere. Domenech helyett Daniel Martínez van bent. Igen, most itt a... ugye az álltabb védekezésben. Sajnos a spanyolok, spanyol védők kicsit visszább helyezkednek. Ezáltal a portugálok nem tudnak, hogy a portugálok közelebb tudnak menni, és ezek az átlövések újra eredményesek lehetnek, amit az első félidőben egészen jól megakadályoztak. Souza, tapról, Daniel Martínez védéssel köszön. Serrano, az jó, Rodriguez, a védés nem különben, Ferreira. És azért, hogy milyen, sokáig nem nagyon látunk védést, aztán jön egy spanyol, majd jön rá a portugál. Ezek azok a védések, amit az előbb is említettem, tehát ezeket támadó játékos kapus egymással szemben, hogyha a védőfalnál nem tud kialakulni egy ilyen lehetőség, akkor ezekkel tudja segíteni a csapatát is. Ilyen mérkőzésen ez döntő. Kiko da Costa, tizedszer. 26-22. Álvarez. Nincs megállás egy pillanatig sem. És 10-8 a második félidő a portugáloknak. Martin da Costa, az is tökéletes befejezés úgy szintén Viana. Most akkor lőnek gólt a portugálok, amikor akarnak, és úgy lőnek gólt, ahogy akarnak. Igen, a spanyol szélsővédő nagyon hamar jött a besegítésre, nagyon jó volt a helyzetfelismerés, megcsinálták az 1-1-et is lövőkézzel ellen, ez nehezebb átadás, de nagyon jó kivitelezés volt. Most jön vissza Hurri a spanyoloknál. Rigárd, Hurri. És
ez így viszont most, így négy gólos különbségnél egy olyan szakasz a spanyolok szempontjából, amikor nem nagyon lehet hibázni. Nem is hibázott Regárt. Mert itt azért még egy-két gól közé kerülne. Így van. Itt most minden támadásnak és minden védekezésnek jelentősége van. Védekezésben vagy labdaszerzéssel, vagy esetleg egy védéssel és ebből történő indítás lerohanásból tudnának felzárkózni. Az aranyat érhetne nekik. Souza. Megpattan és bepattan. Húha. Kis túlzással azért, ami a kapu felé megy. Az vagy így, vagy úgy becsorog. Souza 7 gólos. Hurri. Tényleg kapkodja az ember a fejét. Ugyanaz volt, mint az imént a kapott gól után. Másodperceken belül érkezik a spanyol gól. Martín da Costa. Ott hagyja Kikónak. Most már az a kéz az ellenállhatatlanul megy, az menthetetlenül megy. Jó bejátszás, Rodriguez. Viszont látható, hogy a spanyolok is észnél vannak, és tökéletesen tudják, hogy az mennyire fontos periódus. Lövik ők is, kapják is, de lövik is a gólokat. Igen, itt a második félidőben a portugál támadójátékban egy jelentős változás az, hogy a 9-esen kívülről is többször betalálnak, vagy felugrásos átlövésből, vagy talajról történő átlövésből, és most már a 9. góljukat lőtték. Ó, Martín da Costa! Ha még ő is beindul, akkor az nem sok jót ígér a spanyoloknak. Túl vagyunk a második félidő felén is. Megugrasztott két védőt. Visszajött Domenech. Az iménti potya után a spanyol kapuba. Mujica. Szaggatott ról? Az igen. Nagyon nagy meccs. Az a csapat, amelyik egy kicsit tudja stabilizálni a védekezését, illetve hát ez most különösen spanyolokra igaz, ők akkor fel tudnak zárkózni, viszont a portugálok itt 2-3 jó védekezés követően tudnának gólt szerezni, akkor azt gondolom, hogy a mérkőzés majdnem, hogy eldőlne. De nekünk sokkal jobb, hogyha így potyognak a gólok. Souza, az... Látványosnak látványos volt, de elég könnyelmű ebben a helyzetben. Spanyol zicser, Curry. Hetedszer. Hiába kapaszkodott érte Brandao. Az képest, hogy Curry mennyit ült. Ő a leggólerősebb spanyol messze. A 7 góljával. Martín da Costa. Neki ez a negyedik. Miközben ez egy döntő, amolyan jellege van. Ha tényleg egyik ámulatból esik az ember a másikba, hogy milyen gólokat látunk. Curry bemutatta a paszt. Megy a két játékvezető konzultálni. Curry elnézést kér, és aztán kiáll 2 percre, mert fejbe lőtte a kapust. Most 2 percig tőle nem kell, hogy tartsanak a portugálok. Nem, és itt a megoldásokat tekintve azt gondolom, hogy egy felnőtt mérkőzést láthatunk. Tehát olyan egyéni technikai megoldások, az átadások, a labda átvételek, a elindulások. Három gól, labda és emberelőny. Nem rossz pozíció Portugáliának. Kiko da Costa. Brandaónak a beállónak. 32-28.
Tibor Costa éppen nem gólt lő, akkor ad egy gólpasszt. Igen, és a portugál edzőben az emberülnyös játékon változtatott, ez szerintem ez tudatos volt. Nyilván a másikra felkészültek a csapatok nagy része az Európa-bajnokságon. Itt ebből a szélesítésből történő beálló oldalzárást kereste, és abból a lebontásokat. Viszont itt az irányító játékos kereszt mozgást visz, kereszt után a szélsővel próbálnak helyzetet kialakítani. És itt Kiko da Costa érkezik egy döntő szituációba, ahol az előbb a szélsőt hozta helyzetbe, akkor volt egy lövése, volt egy beálló megjátszása, tehát ez egy apró módosítás a portugálok játékában, viszont rendkívül hatékony. És már most meglőtték azt a 16 gólt, amit a teljes első fél időben. Visszajött Lodos a pályára. Ha már visszajött, akkor nem azért jött vissza, hogy ne csináljon semmit. Hallatlanul fontos gól volt ez a spanyoloknak. A portugálok viszont még lejátszhatnak kényelmesen, megtervezve egy emberelőnyös figurát. Ó, nem. Lehet, hogy megtervezték, csak hiba csúszott a számításba. Kiegészül a spanyol válogatott. Lodos. Uri, Regard. Megnézte a szélsőt, Uri, de nem tette oda. Passzív, Regard csel. Még tovább is tudta játszani. Rodriguez. Brilliáns. Ámulatbejtő átadás volt, igen. Rodriguez mind a három gólját a második fél időben lőtte. Úgyhogy 32-28-ról 32-30. Souza, Martin da Costa, Randa Ozar. Domenech ezt most a kapufára védte. A meccs utolsó 10 perce kezdődik. De a rendes játékidője biztos. Nieto. Jön a két spanyol csere. Most Parera lesz a beálló. Lodos. Uri. Regard. Gól ez is. Portugál hullámot most a spanyol hullám követi, a felzárkózás tekintetében. És a Regard a hullámlovas. Portugál időkérés. És hát a spanyolok mondták is, hogy próbálnak erre építeni, hogy nekik komolyabb taktikai repertoárjuk van abból a szempontból, hogy több játékos tudnak forgatni. Nézzük, hogy milyen jelentősége van ennek a végjátékban. A végjátékban ennek mindig nagyon nagy szerepe van. Csak hogy ez most hogy jön ki? Kiko da Costa? Martin da Costa, Souza. Nieto védekezése volt jó. Souza. Hol a labda? Azt a mindenit! Domenech! És nem gurult tovább. Leragadtott a vonalnál. A
Azért megnéznék egy kamerállást az alapvonalról. Alig ha nem fogunk majd látni. Egyenlíthet a spanyol válogatott. Regard, Curri, Cavalcanti. Regard, megpattan, és ez is a kapusé végül. Ferreira. Ez egy olvasható szándék volt, ennek távol volt, volt benne egy labdaleütés, a védő jól helyezkedett. Nincs gól. 18-18 volt legutóbb döntetlen, és lehet most is, ott is van Arnau Fernández. Mondatán, hogy mások során ezt a spanyolok rendszerint alkalmazzák, és rendszerint eredményesen. Tehát nagyon jól felismerték, ugye, hogy hol volt a befejezés, melyik oldalról, és pontosan ugyanoda lokalizálták a saját támadásukat is. Na hát teljesen mindegy, hogy mi történt 52,5 percen keresztül. A spanyolok ugye rendszerint itt próbálták forgatni. 13-12 óta az első spanyol vezetés. Érdekes végjáték lesz. Szükség lesz a portugáloknak egy-egy jó egyéni megoldásra ugyanúgy. Ez jó passz. Viszont ott volt egy berepülő ember. És itt az utolsó percekben nagyon fontos a higgadtság. Ami nehéz. De a döntések szempontjából, előkészítések szempontjából nagyon fontos. 7 percen nem lőttek gólt a portugálok. Lodos. 48-ban lőtte Brandão a 32. góljukat. Még nincs passzív. Lodos. Regard, le a sarokba, Álvarez mellé. Fernández volt, bocsánat. De mellé. 5 perc. Ez lehet 1x5, meg lehet 3x5. Souza, Kiko da Costa, Martin da Costa, még egyel tovább, Viana, óriási védés, Domenech! És itt jön a kapusok szerepe, hogy nem kell nagyon sokat védeni, jókor kell a keveset. Igen, itt a spanyol védelem, ebben a szélső és a kettes védő a besegítésekben, illetve az elővételezésekben most hibázott egy párszor. Regard! Világklasszis játék, amit Regard nyújt. És vajon kitöri meg a portugál gólcsendet? Souza nem lőtt el csak most. És akkor itt ér véget. Ez a majdnem 9 percen át tartó portugál veszőfutás. A 8. gólja Souzának, a legjobb meccsét játsza. De ér-e ez aranyérmet? Lodos. Szabad dobás. Regard megy közelebb. Curri üti még le. Szerzi meg a saját labdáját. Belül vagyunk az utolsó 3 percen.
áll az óra, törlés. Hihetetlenül izgalmas. De tudtuk előre, hogy ez lesz. Annyira egyformák. Igen, és a legnagyobb kérdés az, hogy ki fogja majd magára vállalni nyilván itt a befejezéseket, illetve a megoldásokat. Most abban a szakaszban érünk, amikor lesznek előkészítések, variációk, de nem mindegy, hogy valaki kapura tör és passzol, vagy pedig elvállalja a dobásokat. Hurri! Becsaszogott Kikoda Kostá. Elég régóta támadnak már a spanyolok, most már nagyon fájna Portugáliának egy kapott gól. Regárt, már pedig gólt kapnak! Regárt hihetetlen! A 7 góljából Regárt 5-öt a második félidőben szerzett. Martin Nakosta kap egy szabad dobást, 2-15 a végéig, muszáj, hogy gólt lőjenek a portugálok. Souza, gólt lőnek! És Souzában most nagyon lehet bízni. Igazából most egy jó ideje, ugye ebben a felállításban játszanak két Nakosta és Souza. Nyilvánvalóan az edzés bennünk bízik a legjobban. A két irányító most Regárt és Souza kisajátította magának a meccset. De nem baj, mert szívesen nézzük. Most már ott a helyszínen nem nagyon bírja senki ülve nézni. Hurri, Lodos, Regárt. A szív, Lodos dúródik, Regárt, ott nem lehet ellőni. Hurri, valahogy tovább botladozik, és nincs fújás. 1-20. És meg az időkérések, amit megtartottak a vezetőedzők utolsó támadásokra. Martin Nakosta. Kiko Nakosta. Kirúgta a kapus, és lehet menni a spanyoloknak. Nieto, Viana vágott ki egy óriási sprintet, Nieto belövi. 36-34 az utolsó percben. Portugália időt kér. Elvesztette az egyensúlyát Kiko da Costa. Igen, hát most itt az, hogy megnyitják egy 5-1-re, de én azt gondolom, hogy a zártabb formációt fogják választani. Még nem vállalják fel az egész belső befogást. Bár nem sok veszíteni valójuk van, attól függ, hogy mivel fejezik be ezt a támadást. Az minden esetre tény, hogy Kiko da Costa a 45. percben szerezte az eddigi utolsó gólját. Souza, gól! 36-35, most ugyanannyi az eredmény, csak fordítva, mint egy hete volt. Fél perc. Ebben az esetben érthető, hogy sokkal feljebb jönnek. Passzív, Lodos, most tették le a táblát az asztalra, most az időkérés. Félelmetesen nagy döntő. Stábban a feladatmegosztást láthatjuk, hiszen a spanyol másik edző gyakorlatilag ő vezeti ezt az időkérést. Az volt az érdekes, hogy a kapitány elég messze volt az asztaltól, és amikor látta, hogy föltették a bírók passzívra, akkor indította el a kis futását, hogy minél hamarabb lekerüljön a kártya az asztalra. Hol áll az óra? 59-39-nél. Regárt, Martinez, és a lövés bepattan a sáncról! Hurri! 37-35, eldőlt! Bepattant a sáncról Hurri lövése! Itt nincs ítélet, ez a vége! Nyertek a spanyolok! 37-35-re! Spanyolország az U20-as Európa-bajnok!
Hát milyen mérkőzés volt, és honnan kapták össze magukat? 32-28-ra még a portugálok vezettek a második félidő közepén. És onnan jött a fordulat. Spanyolország visszavágott tehát az egy héttel ezelőtti csoportmeccseken elszenvedett vereségért. És Spanyolország az aranyérmes. Igen, itt a portugálok elfáradtak a végjátékra, én azt érzem. Bármely csapat nyerte volna, biztos, hogy megérdemel, de az látszott, hogy a spanyol rotáció az eredményesebb volt. Itt jött ki, hogy a végére ugye visszajött Lodos az utolsó 10-12 percre, visszajött ugye Hurri, hát amit Regárd játszott a második félidőben, arra tényleg nem nagyon lehet szavakat találni. Igen, és a kapusok teljesítménye is, hát a fontos pillanatokban voltak védések. Így van. És hát persze közben azt is mondhatnám, hogy az elején megmondtad, hogy a spanyolok nyernek, akkor mindig izgultunk itt másfél órán keresztül. 37-35, jövünk majd vissza természetesen az eredmény hirdetéssel.